Hát csak hisd, én ott leszek, ha baj van, megvédlek, ne félj, ne félj. Az a dolgom, hogy mindig segítsek, indulok, ha kéred, ne félj. Leszi. Ingatag hírnév. Au! De itt nincs is semmi. Hogy lehet ez? Aha! Na, milyen fotó? Az Ella Delacroix emlékműnél csináltam tegnap este. Na hát, lenyűgöző. Ó, mi a baj, kislány? Földrengés! Fújjunk az asztal alá! Segítség! 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 Hogy? Mi volt ez? Ha? Zoe! Harvey! Hol vagytok? Itt vagyunk lent! Ah, jó, hogy nem esett bajotok. Itt volt Leslie, időben figyelmeztetett. Már olvastam erről, de most éltem át először egy földrengést. Elég félelmetes volt. Volt már néhány a parkban. Remélem, apád jól van. Telefonálhatok, Mrs. Parker? Hát persze. Graham Parker vagyok, figyelem. Rangerök, minden rendben? Nincs sérültünk? Igen, a központban minden rendben van. Ez jó hír. Nyugalom. Vészhívások érkezhetnek a parkból. Készítsétek elő a helikoptert, megnézem, hogy milyen károk keletkeztek. Rendben, Graham. Értettem. El se hiszem, hát itt van. Megvan, igen. Igen! Hogy vagy, kislány? Apu! De jó, hogy látlak. Úgy örülök, hogy nem esett bajod. És szerencsére nektek sem. Harvey, anyukád jól van? Igen. A látogatóközpontban mindenki jól van. Jó, helikopterbe ülök. Emberek rekedhettek az utakon. Elég erős rengés volt. Utórezgések is lehetnek, úgyhogy maradjatok inkább odabent. Légy óvatos! Rendben. Ne aggódj. Egy a gondom a földrengésekkel. Nem lehet tudni előre, hogy mikor jönnek. Így igaz. Ha kaphatnánk valamiféle korai előrejelzést, akkor ő sem zuhanna a nyakunkba a padlásról. Találnunk kell valakit, aki szólna előre, megsúgná, hogy mikor fog bekövetkezni a nagy rengés. Jó, döntsünk róla. Én Pikára szavazok. Rám? Miért rám? Talán ennél is fontosabb kérdés, hogy miért ne rád? Nem esett bajotok? Sose fogod elhinni, mi történt. Halált megvető bátorsággal estem le. Samantha! Nick! Ne! Samantha, állj! Samantha, ez az út egyenesen a hegyekbe vezet. Milyen fontos dolog miatt kell most felmennetek? Tudod jól, hogy utórengésekre lehet számítani. Bocsi, tényleg? Tudjátok, hogy van, el kell intéznünk ezt-azt. De nagyon veszélyes lehet. Kösz, hogy aggódtok. Értékelem, nem lesz bajunk. Biztos valami rosszban sántikálnak. Lehet, de vajon mi lehet az? Kideríthetjük. Gyerünk, kövessük őket. Sok út tönkrement. Rosszabb, mint hittem. Figyelmeztessétek az embereket. Értettem.
Rendben, és most? Rendben, túrázunk. Megmondanád végre, hogy mit keresünk itt? Nem kötöm az orrodra. Persze, nem kötöd. Ott hagyták a kocsit. Bementek a szurdokba. Akkor a bánya felé tartanak. Ennek nincs értelme. Minek mennének oda? Nem tudom. Megtudhatjuk, ha követjük őket. Gyerünk! Itt valóban csak a bánya van. De a bánya le van zárva. Talán ezért vannak itt. Lehet, hogy a földrengés megnyitotta. És egy utórengés ugyanilyen könnyen be is temetheti. Őrültek! Egy utórengésben akár az egész hegyoldal rájuk zúdulhat. Gyerünk, állítsuk meg őket! Ez meg mi? Egy régi aranybánya. Tudom, tudom. Szerencséd van, hogy a park első számú túravezetője a kísérőd ma. Nézzünk be! Hogy? Minek? Jaj, ne! Samantha! Lassie! Hogy kerül ide ez a kutya? Samantha, állj! Nagyon veszélyes itt! Gyertek ki rögtön! Miért nem szaladsz vissza apucihoz? Biztos van néhány madárfiók, amit megmenthetsz! Gyertek ki a bányából! Bármikor eltűnhet a bejárat! A park híres túravezetőjeként biztosíthatlak benneteket, hogy a bánya teljesen biztonságos. Mint látjátok, a földrengésnek vége, nincs mitől félni. Oh, és az utórengések? Tessék, utom, micsodák! Utórengések. A nagy földrengéseket gyakran kisebb rezgések szokták követni. Tényleg? Tényleg? Álljatok a falakhoz! Nick, megparancsolom, hogy védj meg! Vigyázz! Hát, legalább a bejárat nyitva maradt. Hol vannak a többiek? A fal mögött rekedtek. Zoe, hallasz engem? Zoe! Zoe! Mi hallunk téged! Jól vagyunk, és ti? Nincs bajunk! A bejárat nyitva, de itt egy torlasz! Nick, hordjuk el a köveket! Ki fogunk jutni innen? Nem tudom. Szerencsénk van, hogy nem a fejünkre estek. Ha Lassie nem lök odébb... Miattad ragadtunk itt a bányában. A legkevesebb, hogy elmondod miért. Hallottál már az ősi egyiptomi hórussólyomistenről? Nem. Hát... A sólyomisten egy szobrát 20 évvel ezelőtt ellopták Jackson város múzeumából. A tolvajok állítólag ebben a régi bányában rejtették el. De egy kőomlás betemette a bejáratot, és a szobor itt maradt. Meg akarom találni. De minek? Rendben. Ne válaszolj, ha nem akarsz, de ez a bánya hatalmas. Ha itt is lenne a szobor, nem találod meg. Samantha, figyelj rám! El kell mennünk most! A fiúk hamar átérnek! Te mehetsz! Én maradok, amíg megtalálom a szobrot! Keresd!
keresnünk kell egy másik kijáratot. Én a szobrot akarom megkeresni. Bíznod kell bennem, ha ki szeretnél jutni innen. És miért olyan fontos neked az a szobor? Gondolod, ha megtalálod, gazdag leszel? Netán híres? Nem, én csak... az apám volt. Ha? A te apád lopta el a szobrot? Nem! Azzal vádolták, hogy ellopta, de bebizonyítom, hogy ártatlan. Samantha. Nem ő tette! Bebizonyítom, megtalálom a szobrot, és vissza fogom adni a múzeumnak. Segítesz nekem ebben, vagy nem? Segítek, de egy feltétellel. Amikor a fiúk átérnek, elhagyjuk a bányát, rendben van? Jól van. Eddig csak egy utórengés volt. Azt tudjuk, éreztük mi is. De mikor lesz a következő? Most már Pika kötelessége, hogy előrejelezze. Mi pedig lassan térjünk nyugovóra. Rendben. Áj! Hogy lett az én kötelességem a rengés előrejelzés? Nék! Vajon mit fog szólni Humphrey, ha megtudja, hogy itt hagytad az unokahúgát ebben a barlangban? Hogy érted? Nem menekülök el, csak kicsit távolabb hoztam ezt a követ, hogy jobban... Zoe! Zoe! Hallottok? Harvey! Igen! Így tovább, mi még keresünk itt... valamit. Mindjárt jövünk. Hogy? Biztos találnak kijáratot azon az oldalon. Most már akár haza is mehetnénk. No, mintha inkább maradna. Samantha, honnan tudod, hogy a szobor ebben a járatban lesz? Akárhol lehet. Zoe! Hallasz engem? Látod a világosságot? Harvey, hallok téged, de még nem látok semmit. Harvey az. Szerintem átért a falon. Harvey, látom a fényt! Nagyszerű! Még nagyon kicsi a rés, de folytatjuk! Ha? Találtál valamit? Ha? Bárki ér vissza először, a sólyom mind a hármunké. És azok ott mik? Nevek kezdőbetűi. J, T, C, S és J, V. És jelöli bármelyik az apád nevét? Nem. Ez bizonyítja, hogy az apád nem vett részt a rablásban. Igen, de ez nem elég. Megkeresem a szobrot és vissza fogom adni. Csak így tisztázhatom apám nevét. Itt! Látod? Egy térkép! Vagyis a szobor itt lesz valahol. Még nem vitték el. Erre nincs időnk, Samantha. Ne mondd ezt! Itt a térkép! Zoe, ez sokat jelent nekem. Tudom, hogy sokat jelent, de most el kell innen mennünk. Majd visszajövünk, ígérem. Megkeressük együtt. Hé! Gyertek! Indulás! Samantha! Jól van, most azonnal kimegyünk! Hey, várj, engedj el is a többiek! Gyerünk már, a bácsikád nagyon dühös lesz! Nék! Kösz, Leszi! Jól vagyok, de a bejárat be van temetve. Hogy? Vigyük el ezeket, hogy átjöhess.
Hol van Samantha és Nick? Kiszaladtak, amíg még volt bejárat. Nincs bajuk, szerintem. Minket pedig itt hagytak. Szép. Most mit teszünk? Biztos van egy másik kijárat. Megkeressük. Nem. Én most... Te most... Hey. Flopper! Ébredj! Mi az, Pika? Földrengés? Vészriadó! Nem. Csak Looper rosszat álmodott. Bent rekedtem egy alagútban vagy miben, nem tudtam kimászni. Végül igen, megjelent Biff és kivezetett a sötétből. De te egyáltalán nem félhetsz a sötétben, hiszen éjszakai állat vagy. Így igaz. Éjszakai állat vagyok, tehát nem is félek. Főleg nem a sötétben. Nagyszerű! És ha most megengeditek... Lezárva. Itt is. Akkor tovább kell keresnünk. Várj! Mi az? Egy térkép. Samantha valami kincs után kutatott. Ezért jöttek. Ez csak a sólyomisten ellopott szobra lehet. De te honnan tudsz erről? Ez egy közismert legenda. Anya mesélte. A szobrot ellopták, és Samantha apját megvádolták. Samantha szerint ártatlan. Szerintem is. A szobrot keresi. Így akarja bebizonyítani, hogy nem az apja lopta el. Ez itt volt. Lehet, hogy a tolvajok rajza a rejtek helyről. De ennek nincs értelme. Láttál te itt valahol is egy hidat? Hé, mintha szellőt éreznék. Ha? És szerintem arról jön. Lesz is arra menne tovább. Nézzük meg, hová vezet. Nézd! Ezt a légmozgást éreztem. Talán egy titkos bejárat a bányába. Ügyes kislány. Tudtam, hogy kivezetsz minket. Szerintem menni fog. Harvey! Ó, atyám! Kösz, Leszi! Ez egy régi vasúti híd. Félig már összeomlott. Tudom, Leszi, nem néz ki nagyon biztonságosnak, de pont olyan, mint a térképen lévő, tehát a szobornak itt kell lennie valahol. Zoé, most mit csinálsz? Meg kell találnom a szobrot. Megígértem Samanthának. Jaj, ne! Lehet, hogy kivésték a falat, vagy találtak egy repedést benne. Ide nézd! Érdekes, nem? Biztos itt volt, de már nincs. Mutasd! Ez tömör arany! Megtaláltuk! Hórusz isten ellopott szobra! Szép volt, Leszi, megtaláltad! A földrengés valószínűleg kilöpte a rejtek helyéről a falból. Több ezer éves szobor! Mégis olyan gyönyörű. Mi az, Leszi? Újabb utórengés? Gyorsan! Szaladjunk ki a híthoz! Erre! Ha rálépünk, összeomlik! Apa, itt vagyunk! Nem vett észre! Leszi, ne! Legyél nagyon óvatos! Apu, itt vagyunk! Ott vannak! Nyugalom, megy a mentőkosár!
megint, Lassie! Ugorj! Gyere, Lassie! Ugorj hamar! Gyere! Igen! Lassie! Ezt megúsztuk! Samantha! Nick! De én azt hittem elmentetek és ott hagytatok! Én éppen ezt akartam, még most is. De Samantha nem engedte. Ragaszkodott hozzá, hogy jöjjünk vissza segíteni az apukáddal. Bocs, hogy kirohantunk, Zoe. Nagyon féltünk. Ha nem segítesz, nem jutottunk volna ki. Nem hagyhattalak ott csak úgy. Kösz, Samantha. És van itt neked valami. A szobor! Hát, meglett. De hogy? Igazából Lassie találta meg. Egy kutya találta meg az ellopott kincset. Ah, miért nem rólam közöltek fotót a címlapon? Mert hogy az én ötletem volt az egész. Samantha, azt mondtad, hogy ez nem rólad szól. Bebizonyítottad, hogy az apád ártatlan. Igaz, így van. Pedig jól mutattam volna. Igen, biztos, hogy jól. Hé, Zoe! Köszönöm. És neked is, Lassie. Szívesen! A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.